Az agyagos szergényű születésű Csapó Károly 1974 és 1986 között 19-szer volt tagja a magyar labdarúgó válogatottnak. Tehetségének és kitartásának köszönhetően az egykori kiváló középpályás nem csak a soproni textiles pályáján mutathatta meg igazi klasszisát és tehetségét, hanem a tatabányai bányász pályától a madridi Bernabeu stadionon át a legendás londoni Wembleyig. Johan Cruyff volt a példaképe, a hazai játékosok közül pedig az egykori vasas csatár Farkas János. Már válogatott labdarúgó voltam, mesélte egy alkalommal a két világbajnokságon is szereplő, játékos pályafutását 1990-ben befejező Csapó Károly, amikor egy asztalnál ülhettem Farkas Jánossal és kezet fogtunk. Hihetetlen élmény volt számomra. Eredetileg nem ezen a helyszínen szerettük volna ezt a KV2-esben forgatni, hanem a Káposztás utcai soproni labdarúgó stadionban, azonban az időjárás közbeszólt, olyan erős szél van, hogy zavaró lett volna a mikrofonoknak, úgyhogy bejöttünk ebbe a lakásba. Szeretettel köszöntöm Csakó Károlyt, 19-szeres válogatott magyar labdarúgót. De ne szaladjunk ennyire előre a dolgokban, menjünk vissza úgymond a gyökerekhez. Hova valósi vagy te? Mert úgy tudom, hogy Sopronnak vallod magad, de nem Sopronban születtél. Igen, imádom Sopront, valóban nem Sopronban születtem. Itt is éltem hosszú időn keresztül, de Győr-Sopron megyében, Agyagos Szergénybe születtem én. Egy gyönyörű kis faluba, ahol engem mindig nagy szeretettel várnak. És ezt soha az életemben nem tudom elfelejteni, mert én annyi szeretetet kaptam ott ettől a falutól, ezektől az emberektől, akik ott élnek mai napig, hogy nem tudom elfelejteni, és hát ez örök életben az én emlékem, az én szívem. Milyen volt egyébként Agyagos Szergénynek labdarúgó csapata, Karcsi? Igen, volt Agyagos Szergénynek labdarúgó csapata, innen van az a szeretet is a labdarúgás iránt, valószínűnek tartom, mert amikor hétvége fele befejezték a munkát, és a nem otthon dolgozó emberek közül sok fiatal volt, és hát én csodával néztem őket a kapunkból, amikor a várra vetett futballcipővel mentek a futballpálya felé, és hát ugye így én is kiosontam, megnéztem őket, hogy edzenek, mint edzenek, vagy a mérkőzéseiken részt vettem, leasalva a fűbe, vagy talán labdát szedve, de innen van az a szeretet, vagy hát az akkori faluban ugye talán kettő darab televízió létezett, ami a föl volt állítva a kultúrházban, ugye? Igen, és azt ott körbeültük, és hát ugye ott mentek a nagy mérkőzések. Amiket... Van az emlékeidben ebből az időszakból valami foci meccsi kisrác voltál, 52-es születésű vagy, nem titkoljuk, hiszen ez egy publikus adat, tehát 59-ben mondjuk te 7 éves voltál. Valami meccsre emlékszel ebből az időből? Hát az 59-re mindenféleképpen emlékszem, bevallom őszintén, hisz hirdették, ugye ha hangszórókkal mentek a falvakba, hogy Budapestről a Ferencváros csapata Fertődön fog edzőmérkőzést játszani. Most hát ebben a korban, így 7 évesen azért próbáltam társakat keresni, hogy jöjjenek el velem, vagy vigyenek el. Hát nem volt rá jelentkező, hát gondolták, kisgyerek, nem kell őt vinni, és hát barátaimmal megbeszélve, akkor is elmegyünk. És hát valóban így van, ugyan édesanyám nem adta az engedélyét rá, de valahogy kicsentem az ő kerékpárját női biciklivel, és hát ketten ültünk egy női biciklin, barátaim, 4-5-en átmentünk, átbicikliztünk Fertődre, és ott, hát ugye jegyünk se volt, ott hátul a fák alatt becsúsztunk, és hát így láttuk. Akkor a Fertőd MB2-es volt talán. Hát ezt bevallom őszintén emlékeimben, nem tudom, hogy megvan-e, de edzőmérkőzés volt az Orosz Pali bácsi, a Vile Zsáloszi bá, a Dalnoki Jenébe, ezek akkor megmaradtak. Akkor ők fociztak a Fradiban. A Ferencvárosban játszottak, ez megmaradt örök életben bennem, és hát sajnos hazafele egy kis malőr is történt, mert leszakadt az éghaja. Olyan eső volt, hogy bekérezkedtünk egy házba, hogy ne ázzunk szanasz éjjel, és hát nagyon későn értünk haza. És hát ugye
hát kikaptam, ez az igazság, és megérdemeltem. Ma is tudom, hogy a kukoricaszár milyen jót tesz későbbiekben egy labdarúgó izomzatának vagy lábának. A szomszédodban egyszer mesélted nekem, hogy hívták a szomszédasszonyotokat, aki a szomszédban lakott? Mári néni. Mári néni. És ő neki mesélted egy alkalommal nekem, hogy járt a kincses kalendárium, és onnan jegyzetelted ki a labdarúgó csapatok összeállítását. Így van, pontosan. Ők mindig a fia az nagyon nagy labdarúgó rajongó volt, és hát ők ugye ezt megrendelték, ezt a kincses kalendáriumot, és ebben a kincses kalendáriumban, ugye év vége fele jelent ugye meg, benn volt az összes labdarúgó csapat. Névsorral minden, tehát ki hol játszik, mennyit játszott, mennyi gólt rúgott, és hát én ezt ő náluk a konyhába, egy kockás füzetbe gyönyörű szépen beírtam ezeket a neveket. És hát érdekes módon én nekem a Dorog csapata, Dorogi Bányász csapata tetszett a legjobban. Akkor még ott játszott a Buzánszki talán. A Buzánszki Jenő bácsi ott játszott természetesen, és hát annyira nagy élmény volt számomra, hogy Bányász, Dorogi Bányász. És ez olyan bányás lelkületűvé tett engem, bár mondom, későbbiekben ugye végül is én a Vasasnak drukkoltam. Tehát te vasasszurkoló voltál? Vasasszurkoló voltam világ életemben. Itt volt egy kis ilyen bányász töltődés, vagy emlék, hogy ugye egy Buzánszki, azt hallottam, hogy játszott, és ezek Na erre még visszatérünk a vasasra is, hogy te hogy voltál vasasszur, miért voltál vasasszurkoló, de inkább arról mesél nekünk, Károly, hogy kerültetek Sopronba, hogy lettél te végül is Sopronban labdarúgó? Hát úgy történt, ugye, hát ott nagyon nehéz volt a megéletésfalon, ugye mindenkinek öten voltunk testvérek, és hát a nővérem ide költözött dolgozni a Sopron pamutiparba, később a bátyáim is, és hát a férjével, ő is itt dolgozott Sopronba, és hát a fővén Verem utcában laktak, és hát úgy döntöttek, hogy építkezni fognak. És hát mit ad a jóisten, ők nem a Káposztás utcába, hanem a Selmeci utcába építkeztek, pontosan a régi futballpálya felező vonalánál. És ugye édesanyám már ide költözött az öcsémmel, meg minden testvérem itt volt. Én még azt az utolsó fél évet kijártam anyagos szergénybe a szomszéd Mári néni felügyelete alatt. Éltem a csodálatos életemet, mert nagyon-nagyon szeretett, és hát boldog voltam, hogy vele lehettem. És hát utána fölköltöztünk, még a Fővényverem utcában, míg el nem készült a Selmeci utcai ház, és akkor a Selmeci utcába már beköltöztünk, akkor ugye én is ott voltam, és hát onnan nem lehetett másfele menni, csak a labdarúgó pályára. Ugye ez az is egy érdekes történet, mert hogy visszajogva próbálkoztam, és akkor egy alkalommal ott a Káposztás utcán sétálva egy labda kipattant a Káposztás utcába. Na és csak. Hát mond, hoppá, labda, foci labda. És én visszadobtam, és hát mit ad Isten? Dobtad vagy rúgtad? Hát most pontosan nem tudom, de Sivduci bácsi kapaszkodott a kerítésen, hogy kisfiú, labdát rúgod, visszarúgtam. Igen, rúgtam. Igen. Igen. És azt mondta, hogy azonnal gyere be majd. És hát kicsit megszeppenve, vajon mit akar? Hát én visszaadtam a labdát. Nem, és akkor elbeszélgetett velem, hogy szívesen lát a gyerekek között, hogyha van kedvem futballozni. Hát ezek a soproni labdarúgó legendák, a Shift család, ugye, a Duci, a Tutu, hát igen. Ezeket itt Sopronban úgy ismerik, mint a Puskást az országban. Ugye? Ki volt az első edződ? Ő a Duci bácsi? A Duci bácsi volt az első edzőm, aztán Mopi bácsi, tehát ott végigmentem ezeken ugye ahogy az ember nőtt, akkor a serdülőtől kezdve az ifin keresztül, és hát egyből a felnőtt csapatba az ifiből, úgyhogy az már
nagy megtiszteltetés volt a számomra. Van nekem egy nagyon kedves barátom, teniszező társam, Schlaffer Feri, és ő elmesélte nekem, hogy a Csapó Karcsinak mesél, de talán még emlékszik rá, hogy egyszer együtt játszottunk a nevelőintézet ellen, 13-0-ra győztünk, ő 7 gólt rugott, én 6-ot. Igen. Hát ezekkel még ifisták voltatok. Ifisták voltunk, sőt, talán még serdülők, mert ugye a serdülőbe indultunk az elején, és hát valóban így sokat játszottunk együtt, úgyhogy szép emléke. Karcsi, te nagyon fiatalon, talán még 18 éves vagy, lehet, hogy 17 éves se voltál, amikor már a felnőttek között fociztál? Hát nem töltöttem be a 17-et sem, ez az igazság. Tehát 16 és fél éves voltam, amikor ugyan kitett volna be, mint a Sivduci bácsi. Igen. Betett a csapatba, kipróbált, és utána attól kezdve pedig folyamatosan a felnőtt csapat keretében voltam, de visszajárhattam néha az IFI-be is. Hát én szerettem visszajárni, mert a baráti köröm, a barátaim mind ott voltak. Itt meg nagyon nagy tisztelője voltam ezeknek a játékosoknak, akikkel együtt játszottam. Hogy kerültél el Sopronba? Ez azt hiszem, itt elmúltál jóval 20 éves, amikor az NB1-ben bemutatkoztál. Jól emlékszel? Hát jól, de nem olyan túl túlzottan múltam el. Tehát 22. életévemet töltöttem be ugye februárban, és júniusban vagy júliusban mentem el. Ki vett téged észre? Ki volt az, aki kiszúrta, hogy ez a Csapó Karcsi gyerek, ez nem... talán nem is, még NB2-es, hogy lett volna NB2-es, akkor a Sotex. Igen, NB2-ben voltatok? Ja, bocsánat. Hát nem véletlenül, mert ugye a megyei egytől végigmentünk. Megnyertük a megyei első osztályt, az NB3-at és az NB2-ben voltunk. És hát érdekes történet ez, mert egy legendája Tatabányának az Emsberg Gerdula bácsi. A híres bíró volt ő. Híres játékvezető, és imádta a Tatabánya futballját, és senki nem adta neki ki ukázba, hogy nézd azokat a gyerekeket, akik esetleg tehetségesek, vagy beférnének NB1-be, és hát így súgta meg ő az akkori vezetésnek, hogy van egy Csapó Karcsi, akit nagy szeretettel el kellene csábítani onnan, hisz voltak, az az igazság, voltak más csábítók is, és nem titok, hogy nagyon szerették volna, hogyha Szombathelyre igazolok. Sőt, talán a Győrnek alá is írtál, olvastam volna valahol. Győrnek alá is írtam, igen, és hát valamiben nem tudtunk megegyezni, és én nem akartam olyan úgy valahova menni, hogy már az elején nem tudjuk az irányt. Tehát az úgy nem tetszett volna, de aztán kiderült ezek a régi beszélgetések kapcsán, Garami Józsi bácsi ugye volt szövetségi kapitány, és akkor ő Pécset volt. Hogy a Pécsről is idejöttem, figyeltelek volna, de ősz volt és olyan köd volt, hogy csak azt hallottam, hogy Csapó Karcsi gólt rúgott, de nem láttam. Úgyhogy ő is szeretett volna elvinni Pécsre. És akkor Tatabányára került. Az a bizonyos dorogi bányász szív, amit említettél, igen, az előbb a gyerekkorodban, az mégiscsak előjött. Igen, mégiscsak bányász lett, és hát valóban így van, az akkor oda kerülő Gelei József lett az edző Tatabánya, ugye az is sokszoros válogatott Tatabányáról is, és ő megkeresett, hogy ő lesz az edző, tudja a képességeimet, ő szívesen látna ebbe a csapatba, és még egy dolgot sugott, hogy hidd el, Tatabánya közelebb van Budapesthöz. Aha. És ez egy kicsit úgy megfogott, és hát azt mondtam, hogy rendben van, akkor én a Tatabányát választom. Aha. Hányban járunk ekkor időben, Károly? Hát most azt mondja, hogy 74-ben. 74-ben. Addig ugye figyeltek, és hát 74-ben, július 9-én fölültem Budapestre tartó vonatra, és majd leszálltam Tatabányára. Karcsi, mikor lettél először válogatott? Kerültél be a válogatott keretbe? Mert nem tudom, hogy amikor bekerültél a keretbe, akkor már rögtön játszottál, vagy pedig először csak kerettag voltál? Az igazság az, hogy előtte már játszottam az utánpótlás válogatottban. Utánpótlás, és ugye akkor 23-ig volt az utánpótlás válogatott, vagy úgy is hívták, hogy U23-as válogatott. Pár mérkőzést játszottam, külföldre is kimentem azzal a csapattal, és
Érdekes módon ugyanabban az évben, amikor elkerültem 74-be Sopronból Tatabányára, 74. december 4-én meghívtak a válogatottba. A nagy válogatottba. A nagy válogatottba. Hát én azt hittem, hogy rendben van, igen, egy kerettag leszek, stb. Ott leszek, edzek velük, és hát nem így történt. Hanem a Mór Ede bácsi, aki akkor a szövetségi kapitány volt, azonnal kezdőnek jelent. Svájccal vagyunk edzőmérkőzésen, és ez érdekes módon akkoriban ugye nem csak Pesten voltak válogatott meccsek, hanem az ország több pontján, több más is. Pontján is. És ez Szolnokra esett ez, ez az esemény, és hát engem berakott. Kezdőnek nem játszottam ugyan végig, de játszhattam egy Bene Ferenccel abba a csapatba, és hát ha az emlékeim nem csalnak, akkor ugye nyertünk 1-0-ra, és valahogy én hoztam össze azt a büntetőt, amiből a Fazekas Laci gólt rúgott. És így nyertünk 1-0-ra. Ez volt a bemutatkozásom a válogatottban. Garcsi, ha valamit köthető a te nevedhez, én azt hiszem, hogy aki ezt az adást nézi, mindenkinek 1978 argentin világbajnokság jut eszébe. Hisz a válogatottban, javíts ki, hogyha rosszul tudom, hogy 1 gólt rúgtál. Az NB1-ben talán 80-nál is többet, ugye első osztályú gólt jegyeztél, de a válogatottban 1 gólt rúgtál, azt pedig ott Buenos Airesben, ugye Buenos Airesben volt a mérkőzés, 1978-ban, a 10. percben. De ezt meséld el te. Így igaz. Hát ugye az előzmények, hogy ott is az volt. Ugye volt egy 30-as keret, akikkel edzettünk, és hát a végén kiválasztódott az a keret, amelyik elutazott. És hát nekem szerencsém volt, mert bekerültem ebbe. Ne legyél szerény, Karcsi. Sokszor mondod ezt, hogy nem szerencséd volt, egy kiváló labdarúgó voltál, ezt én mondhatom, és azt hiszem más is ezt mondja. Nem szerencse kérdése volt. Ott volt a repatriált Baróti Lajos, hisz ő 66-ban azt hiszem lemondott, ha jól tudom, a válogatott szövetségi kapitányságáról, és erre a 78-as VB-re vállalta el ismét, hogy ő lesz a szövetségi kapitány. Ha egy Baróti Lajos elvisz téged egy világbajnokságba, az nem szerencse. Na de folytasd tovább. Jó, hát akkor mondjuk úgy, hogy nagyon jól esett, hogy beválogatott ebbe a keretbe, hisz láttam az arcát, amikor a 10. percben sikerült a gólt berúgnom, és a Kovács Feri bácsival, a pályaedzővel ott mondja neki, hogy kirúgta a gólt, és belecsap a levegőbe, hogy a csapó. Tehát ő is úgy gondolta, hogy nem véletlenül, tehát nem olyan embert hívott be, aki nem tudja megállni a feladatát. Elevenítsük fel azt a gólt, hogy is volt a kapura, Zombori, ugye? Jól emlékszem, mert én is kívülről tudom, de mondd el te. Így, hát gyakorlatilag a Zombori is annyi kapura lőtte, és a kijövő labdára, ugye volt akkoriban egy ilyen, hogy mindig menjünk a labdára. Hát ma is van ilyen, de hát ezt nem mindig mennek. Menjünk a labdára, és valóban a kipattanó labdát nekem olyan 7-8 méterről iszonyatosan nehéz feladatként az üres kapu egyik részébe be kellett passzolnom. Sokan mondják azt, hogy azért az feltétlen, amikor készültem el erre a műsorra, az egyik barátom azt mondta, sőt a fiam is ezt mondta. Kérdezd meg a Karcsi bácsitól, mert ő azért neked Karcsi bácsi, hogy mi van az aranyórájával? Hogy van ez az aranyóra, ez a Rolex aranyóra? Hát végül is Seiko ez a Rolex. Igen, Seiko a Rolex. Ki, igen, és hát az arany is átment nem aranyba, mert gyakorlatilag az első 10 idő sorrendben rúgott gólér ajánlotta fel a Seiko cég, ugye az órákat. Az első kapott aranyórát, és a többi pedig egy egyszerű Seiko órát. Hát nem van egyszerű, állítólag egy szép Seiko. Egy szép Seikóról valóban úgy van, hogy akkoriban még egy napelemmel működött, tehát az életekben kétszer kellett talán benne elemet cserélni, még tönkre nem tettem, mert soha nem vettem le a karomról, úsztam tengerbe, mindenféle tóba, stb. Mindig rajtam volt, és hát ez egy idő után azért ma is megvan, emlékként föl van téve a szép helyre, de hát ugye a szereplés nem úgy sikerült, és hát én nem kaptam meg ott ezt az órát. Nem kaptad meg. Nem. És ugye készültünk már a következő spanyolországi világbajnokságra,
81-ben edzőtáborban voltunk, amikor Szepesi Gyuri bácsi közrejárására megkaptam én ezt a Szejko órát. Annak idején ugye Gyuri bácsi a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke volt, és az UEFA-nak is delegáltja volt. És volt egy kupamérkőzés Párizsban, ahol a Palutai Karcsi bácsik a híres játékvezető vezették a mérkőzést, és a játékvezetőnek ez a Szejko cég felajánlott egy órát, és ők nem merték elfogadni, hanem hát megkérdezték a delegáció vezetőt, hogy elfogadhatják-e. És mondta a Szepesi Gyuri bácsi, igen, de van egy nagy hibájuk, és mi? Mert önök nem adtak oda egy futballistának a 78-as világbajnokságon egy megérdemelt órát. Utána néztek, és ott Gyuri bácsinak a kezébe adták Párizsbe ezt az órát, ő elhozta nekem, és nagy tisztelettel átadta egy edzőtáborozás során. Karcsi, nagyon szalad az idő, de még feltétlen szeretnék egy dologról beszélni veled, hogy te focisztál a Real Madrid ellen is, sőt nem csak focisztál, hanem gólt rúgtál a Real Madridnek. 1981. szeptember 16-án. Akkor ugye az UEFA kupa mérkőzés volt. Igen, UEFA kupa mérkőzés volt, mert akkor még nem voltak ilyen, mint a mostaniak, hogy bajnok kupája, meg mit tudom én. Akkor csak ilyen UEFA kupa volt, meg ugye akik tovább jutottak, és kek, középerők, meg ilyenek voltak. És hát mi kaptuk a sorsolás alapján a Real Madridot. Megvertétek itt Tatabányán, 22 000 néző volt csak a stadionban, de állítólag a háztetőkön, a fákon mindenütt emberek voltak. Így igaz. Tervbe volt esetlegesen véve az, hogy a Népstadionba visszük fel a mérkőzést, de hát az akkori bányász vezető azt mondta, hogy ezeket a bányászokat én nem utaztam, a bányászoknak itt van az érdemük Tatabányán, és itt fogják megnézni a csapatukat. Uh-huh. És így csak 22 000 ember fért be a stadionba, több jegyigénylés befuthatott volna. De valahol azt olvastam, Karcsi, hogy 200 000 jegyigénylés volt a mérkőzésre. Így igaz. Abban a Real Madridban focizott, nem ilyen jó a memóriám, hanem utána néztem, Del Bosque. Ugye igen. Az a Del Bosque, aki világbajnok csapatot nevelt a spanyolokból. Ugye? Pontosan nem nevelt, hanem ő volt a szövetségi kapitánya a világbajnok Spanyolország. Kit fogtál te ott? Hát én merem remélni, hogy Gárdi jó, de ő fogott engem. Tehát, és hát nem adtuk fel, tehát megpróbáltunk bizonyítani annak a rengeteg szurkolónak, aki kijött értünk, hogy mi megmutatjuk ennek a híres csapatnak, hogy fel tudjuk velük venni a versenyt. És hát sikerült felvenni a versenyt, és nekem még abban szerencsében is részem volt, hogy a második gólt, amivel nyertünk, én szereztem meg. Így van. Aztán jött a madridi visszavágó, ahol megint a bíró, ugye? Hát igen, ezek nehéz erről beszélni, megbántani sem akarom a játékot, de nem volt velünk ott sem, ez az igazság. És jó, kiderült, ugye Tatabányán 22 000 ember, ott pedig 65 000 ember volt a Real Madrid stadionjában, és a végén megtapsoltak bennünket, tehát azért tapsoltak meg, mert tudták, hogy nem igen mi akartuk elveszíteni ezt a mérkőzést, hanem benne volt egy segéd. Jó, tehát 1-0-ra kaptatok ki, és így idegenben lőtt góllal jutott tovább a Real Madrid, igen. De azért nagy dolog volt, Karcsi, hogy abban a stadionban futballozhattál, ahol Puskás öcsi ugye a másodvirágzását élte. Hát igen, ez egy fantasztikus. A Puskás akkor még ott volt Madridban, nem tudod? De ott volt még. És nem volt, biztos kim volt a meccsetek? Nem, ott nem találkoztam, de későbbiekben meg előtt is találkoztam vele, tehát többször is találkoztam az öcsi bácsival, de az érzés, hogy olyan helyen tud az ember játszani, ahol ilyen legendák futballoztak. Tehát elképesztő, mikor az ember kimegy csak a mérkőzés előtt egy edzésre, ugye bemelegítő edzésre, vagy van, az úgy lobog az ember lelke, hogy micsoda futballisták, te jó Isten. Ugyanezt éreztem annak idején a régi Wembley-be. Mert ugye a 78-as VB előtt a Wembley-ben is volt 4-1 csendben, mondjuk, 1-4, ugye? Így van. De maga az a közeg, hogy,
hogy éreztem a szellemüket, hát bizony, hogy itt voltunk, itt vertük meg őket. Igen, ugye? És fantasztikus érzés volt. Ja. Ezek egy labdarúgó számára nagyon örök, nagy dolgok. Örök élmények. Garcsi, nagyon elszaladt az idő, tényleg lassan a végére érünk a műsorunknak. Mivel foglalkozol most? Hát élem a nyugdíjasok kiváló életét, ez teljes mértékben nem így van, mert még mindig lejárok edzéseket vezetni a kicsik közé, ugye 7-től a 9-es korosztályig, ott besegítek az edzőknek, és hát nagyon-nagyon jól érzem magamat közöttük, ugye annál is inkább, mivel 11-től 16-ig én voltam a Tatabányi Alapítvány sportkörnek az elnöke is. És hát elszakadni nem akartam, és nem is tudok, mert mindig kérdezik, hogy te Karcsi, hát mennyi unokád van, neked már idős vagy? Hát mondom, tudjátok, igazi vérbeli kettő, egy kislány meg egy kisfiú, de mondom, van ilyen fogadott 250 gyerek itt a sportkörnél, akik ilyen kis unokáim, és hát imádok közöttük lenni, mert fantasztikus szeretetet adnak az embernek, és ez hát egy nagy példakép vagy te nekik, mindnyájunknak. Úgy tudom, hogy a stadionban van egy névre szóló helyed is, ugye? Ki van írva rá, hogy Csapó Károly? Hát ki volt, most ugye felújítások vannak, és hát most ott mindent renoválnak. Hát reméljük, hogy előbb-utóbb ismét kikerül a nem csak az enyém, hanem azoknak a legendáknak a neve, akik ugye ott futballoztak. És hát ebbe bízunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél Sopronba, Tatabányáról, és hát további jó egészséget kívánunk, és köszönjük szépen még egyszer. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.